A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! A középiskolások is pályázhatnak 2019-től a Határtalanul programra. Az elmúlt 8 évben 300 ezer diák látogatott el a határon túlra állami támogatással, de a középiskolások bevonásával ez a szám jelentősen nőhet, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhádon. A programra idén 5,6 milliárd forintot fordítanak, és jelentősen könnyítettek a pályázati feltételeken, illetve az utazás megszervezésén is. Az egész megyéből érkeztek tanárok a miniszterelnökség információs napjára, hogy aktuális információk birtokában tudjanak pályázni a Határtalanul programra. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolából az elmúlt 7 évben több mint 300 diák jutott ki Erdélybe a program keretében, és 14 millió forintot nyertek erre a célra. Nagyon fontos számunkra, hogy megismerik a határon túli történelmi környezetet, a földrajzi környezetet, ezért mindig váltakoztatjuk ezeket a megismerési folyamatokat. Mellette adománygyűjtésekkel foglalkoznak a kollégák is, Bőte Csabának az egyesületét vagy alapítványát látogatják meg minden évben, és ez nagyon nagy szülői és tanulói összefogás, mert rengeteg könyv, tartós élelmiszer kerül nagyon-nagyon jó helyekre. Ezzel is érzékenyítve a gyerekeket arra, hogy a közösségért szerepet kell vállalni, tisztelni kell a határon túli honfitársainkat, és segíteni kell őket. A szervező azt mondja, mindig valamilyen tematika köré építik az utazásokat. Tavaly a történelmileg fontos helyszíneket látogatták végig Erdélyben, azelőtt pedig a magyar irodalom szempontjából jelentős helyszíneket vették sorra. 2012-ben, 7 évvel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, hogy a Határtalanul program keretében magyar lakta területekre vihetjük el a 6. évfolyamos diákjainkat. Mi éltünk a lehetőséggel, és azóta is minden évben a 7. gyerekekkel felkeressük Erdélyt. Úti célul Erdélyt választottunk, hiszen kiépítettünk kapcsolatot testvériskolákkal. Nagyon-nagyon szerencsés az a gyerek, aki eljut ezekre a területekre, mert lehet, hogy soha az életében nem jutna el nélkülünk, illetve pályázat nélkül ezekre a területekre, de van olyan tanuló is, aki a családjával később visszalátogatott. Mindig hasonló az úti programunk, de egy kicsit más szemszögből valósítjuk meg. Nagyvárad, utána Kolozsvár, Torda, Torockó gyönyörű részeire látogatunk, megnézzük a Sóbányát, Kolozsváron Mátyás király emlékhelyeit, szülőházát, illetve a főtéren rendhagyó történelemórát tartunk a gyerekeknek, és egy tranzitszállás beiktatásával megyünk a nagyobb körútra. Székelyudvar helyen szokott lenni a szállásunk, és onnan csillagtúraszerűen látogatunk a Gyilkostóhoz, a Békásszoroshoz, Csíksomlyon. Volt olyan év, amikor szerencsénk volt, és egy misét is végigülhetünk. Zetelaki általános iskolával közös programot is szoktunk megvalósítani. Táncház, volt olyan, hogy közös szavalási versenyt rendeztünk, túráztunk, lovaskocsiztunk, felejthetetlen élmény ez a gyerekeknek. A Határtalanul program elindulása óta 9 év telt el, ez idő alatt 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra. Az államnak az a célja, hogy ez a szám tovább nőjön, ezért idén 5,6 milliárd forintot szánnak a programra. Továbbá kibővítették a pályázók körét. Mostantól ugyanis már középiskolások is pályázhatnak, továbbá megkönnyítették a pályázás feltételeit, és nem kötelező utazási irodát sem bevonni az út szervezésébe, mondja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az a célunk, hogy minél több magyarországi diák tudjon egy határon túli régióba ellátogatni iskolai keretek között a kormány támogatásával, illetve az a célunk, hogy lehetőleg magyar diák úgy az iskolarendszert ne hagyja el, hogy ilyen keretek között ne látogatott volna el
legalább egyszer egy határon túli magyar területre. A programnak egyik újdonsága az is, hogy most már a középiskolákat is próbáljuk ebbe bevonni, illetve határon túli magyar iskolásokat is vonunk be a programba. A programra az iskolákon keresztül osztályok jelentkezhetnek a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján március 1-től. A pályázatokat április végéig lehet benyújtani. A Bonyhádi gondozási otthonban gyakorlatozott a tűzoltóság és a katasztrófavédelem. A mentés során egy az idősek otthonában keletkezett tűzesetet szimuláltak, és a lakók kimenekítését, valamint a helyszínt biztosították a szervek. Megyünk a tömeg után. Tűz ütött ki a Bonyhádi gondozási otthonban. Persze a tűzoltóság és a katasztrófavédelem csak gyakorlatozni vonult ki Bonyhádra, az otthon lakóinak és dolgozóinak beleegyezésével történt a gyakorlás. A tűzoltók feladata az otthon lakóinak a biztosítása és a tűz eloltása volt egy esetleges baleset során. Fontos, hogy a tűzoltóság és a katasztrófavédelem közös gyakorlatot szervezzen, mert így mindkét fél hatékonyabban tud együtt dolgozni, elsajátítani azokat a szakmai fogásokat, amiket egy tűzoltás vagy műszaki mentés során tudnak alkalmazni egy. A mai nap folyamán három önkéntes tűzoltó egyesületnek szerveztünk gyakorlatot. Egy idősek otthonában szimulálunk tűzesetet, és az időseket kell kimenteni, illetve a tüzet eloltani. Ez lesz a mai gyakorlatnak a fő célja. Nagyon partnerek, mindenki nagyon partner, a vezetőség, a polgármesterasszony is, illetve az önkéntesek is együttműködőek, és lehet azt mondani, hogy örömmel várták már ezt a pillanatot, hogy kicsit ők is részesei lehessenek a mai gyakorlatnak. Nekünk ugye elsődleges minden esetben az életmentés, tehát a mai gyakorlatot is úgy szerveztük meg, hogy két csoportot alakítottunk. Az első csoport az behatol az épületbe, felderít, megnézi, hogy hol vannak a sérültek, hol vannak azok a személyek, akik nem tudnak kimenekülni az épületből, őket kimenekítik, a másik csoport pedig effektíven a tűzoltást fogja végrehajtani. Megszerzem azt az információt, amire nektek szükségetek van. Jó? Úgyhogy csak nyugodtan. Köszönöm szépen. A tűzoltók és a katasztrófavédelem a reggeli eligazításon megbeszélte a mentő akció részleteit. Az épület két bejáratán mentek be, és a gondozási otthon mindegyik részét alaposan átvizsgálták. A gyakorlat különlegessége az volt, hogy egy kerekesszékes idős hölgyet a tűzoltóknak kellett kimenekíteni, a többiek saját maguk távoztak az otthonból a tűzoltóság segítségével. Egy hónapja történt meg ez a kapcsolatfelvétel, és onnantól kezdve kezdtük meg a programot. A Völcsegi Önkormányzatok Társulásának elnök asszonyával, Filóné Ferenci Bolya vezetésével és jóváhagyásával. A szekszárdi tűzoltó parancsnok keresett meg engem a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen, hogy egy gyakorlatot végezhessenek el az intézményünkbe. Ez mindkét intézménynek nagyon fontos, nekünk is és a tűzoltóknak is, hiszen lehetőségünk van arra, hogy kipróbáljuk, hogy ilyenkor ilyen adó helyzetben hogyan tudjuk kimenekíteni az időseinket, illetőleg arra, hogy mi van útban ilyenkor, tehát hogyha ilyen probléma merül föl, akkor mi nincs jó helyen, és nagyon fontos számunkra az, hogy az idősek, akik itt vannak, hogy biztonságot nyújtsunk számukra, nekik és a családtagjainak, hogy biztonságban helyezzék őket. Igen, tudtak erről, beszéltünk róla, de ugye az életszerű helyzetek mindig másképp alakulnak, de igyekeztünk őket felkészíteni mindenre. Az idősek bár tudták, hogy náluk fog zajlani a két szervezet gyakorlata, az elején megilletődtek, az akció végére pedig már jókedvűen beszélgettek az otthon udvarán. A gyakorlat pozitív eredménnyel zárult, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság is jól szerepelt a gondozási otthonnál tartott mentési gyakorlaton. Bonyhádon virágokkal, néptánccal és népi zenével várták a tavaszt. A kertészeti nap csak egy volt a város olyan programjai között, aminek célja a környezetvédelem, valamint a mozgásra való felhívás összekapcsolása. Varga Norbert fafaragómester tart bemutatót azokról a tárgyakról, amiket láncfűrésszel faragott. Ezek akár olyan tárgyak is lehetnek, amik megállják a helyüket egy szép tavaszi kertben. Először rendezték meg a tavasz köszöntő kertészeti napot Bonyhádon. A rendezvényen az érdeklődők kertészeti munkagépeket nézhettek meg, közelebbről nyerhettek betekintést egy fafaragómester munkájába, és virágokat is vehettek a virágárusoktól. A szervezők így akarták ráhangolni Bonyhád lakóit a tavaszi munkákra, és nem mellesleg a közös munkálkodás erősíti a közösségi szellemet is. Erről beszélt köszöntőjében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenci Bolya is. Mit szeretnénk itt megvalósítani közösen?
legyen valami. Amikor megálmodtuk ezt a teret, hogy legyen a városnak végre egy olyan köztere, egy rendezvénytere, amely autómentesen különböző programokra ad lehetőséget, akkor pontosan ilyesmit képzeltünk el már évekkel ezelőtt, hiszen minden olyan közterületünk, ami tér, az valamilyen épület köré és autós forgalommal ellátottan a település szerkezetéből, a város szerkezetéből adódóan így alakult ki az évszázadok során, és nem volt soha egy olyan rendezvényterünk, ahol bármilyen programot tavasztal, őszig, vagy akár még télen is meg lehetne szervezni. December 1-én adtuk át a rendezvényteret, és akkor a megnyitón is úgy fogalmaztam, és most a köszöntőmben is, hogy pontosan az volt a cél, és ezt álmodtuk meg, hogy a hagyományosan megtartott hosszú évek, vagy akár évtizedek óta megszervezett programaink mellett újakat is tudjunk életre hívni, olyanokat, amire még eddig nem volt lehetőségünk, és ez a kertészeti tavaszváronap pontosan ilyen művelődési központ ötlete alapján nagyon gyorsan és nagyon sokan csatlakoztak ahhoz, hogy megpróbáljuk a tavaszt is csalogatni, meg egy közösségi, egy összetartó erővel bíró programot is létrehívni. Szerintem sikerült, és abban is bízom, hogy inkább vigyáznak rá majd, és örömmel használják, akár egy ilyen szép napsütéses napon, minthogy sem rongálják, de hogyha valaminek a részesei vagyunk mi is, és nem kívülállok, akár egy ilyen virágültetésnek, akkor bízom benne, hogy odafigyelünk rá, és közösen együtt fogjuk majd óvni ezt a teret. Bonyhád városa a közelmúltban sok olyan eseményt tartott, ami az egészség megőrzésére és a környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Ilyen volt például a Teszed szemétszedési mozgalom, vagy a Mozdulj Bonyhád programsorozat, aminek keretében a biciklisek az ipartelептől egészen a kaszinótérig tekertek a kerékpározás és a testmozgás népszerűsítése érdekében. Eddig is igyekeztünk a környezetünkre odafigyelni, csak talán abban nyitottunk, hogy nem önmagunkban, nem a városüzemeltető Bonikom Kft.-nek a mindennapos harcában, hanem inkább a lakossággal közösen szeretnénk olyan programokat életre hívni, amivel mindenki magának érzi azt, hogy egy olyan városban lakunk, ahol jó élni, ahol itt van az otthonunk, ahol egyre erősödnek a közösségek, amelyek itt élnek, és hogyha ezek az összetartó erők egyre erősebbek, akkor mindenki jobban magáénak érzi. Ilyen volt a kerékpáros programunk is, így van, ahogy jól láttad, ez a zöld nap is ilyen, és remélem, hogy mi nagyon sok hasonló követi majd ezt is. Jó lesz ez a bringa, és ő is járhatja veletek majd a szép tájakat. A művelődési ház mögötti téren megrendezett kertészeti napon kiosztották a Mozdulj Bonyhád program nyereményeit. Azok nyerhették el a kerékpárok valamelyikét, akik legalább kettő programon részt vettek, és a nyereményjátékot kitöltve visszaküldték. Örömmel jelentem, hogy az első kisvárosban ültetésre kerültek, de még nagyon sokan itt az asztalon. A bonyhádiak a rendezvényen virágokat is ültethettek, szerintük fontos, hogy a szabadidejükben is megtalálják a természet szépségeit, akár a kertészet, a kerti munkák által. Nagyon fontos, úgy gondolom, hogy az emberek az idejük, legalábbis a szabad idejük egy jelentős részét úgy tudják eltölteni, hogy jól érzik magukat, ezt feltétlen szükségeltetik talán a kertészet is, hisz a völgységben mindig is volt ennek divatja. Egy olyan rendezvényen vagyunk, ami a város életében talán újdonságnak mondható, a mi életünkben nem, hisz már több alkalommal rendeztünk hasonló rendezvényt. Legyen a városban egy olyan talán alapító rendezvény, amivel arra buzdítjuk a városlakókat, városkörnyéki lakókat, igenis találják meg a természetben azt a szépséget, amit a saját munkájukkal tudnak megalkotni, elérni. A kertészeti napon jó időben látogathatták a művelődési ház mögötti teret az érdeklődők. A virágárusok és kertészeti gépek mellett néptáncosokat nézhettek és népzenét hallgathattak az érdeklődők. A sportegyesületek és a civil szervezetek idén is támogatást kaptak Bonyhádon. A civil egyesületeket 6 millió forinttal támogatta az önkormányzat, míg a sportegyesületek között 30 millió forintot osztottak szét. Ennek célja az volt, hogy segítsék a működésüket és a kulturális, illetve sportrendezvényeik lebonyolítását. Bonyhád városa korábban is támogatta a sportegyesületeket és a civil szervezeteket is. Az önkormányzat évek óta szerződést köt a támogatást elnyerőkkel, melyet ünnepélyes keretek között oszt szét az érintettek között.
A szerződések a 2019-es évre szólnak, és segítik a szervezeteket, hogy az elkezdett munkájukat, a megtervezett eseményeiket meg tudják rendezni. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszöntőjében kiemelte, hagyományt teremtettek ezzel az átadással. Azt gondolom, hogy minden olyan esemény a város életében, amely valamilyen módon kapcsolatos a hagyományokkal, az fontos. Hagyományteremtő szándékkal is újabb és újabb események és különböző programok szerveződnek a város életében, mint ahogy az elmúlt hétvégén is már egy napon két ilyen kezdeményezés volt, például a Kosárlabda Egyesületnek a sportos családi napja, vagy említhetném a Művelődési Központ és az önkormányzat által közösen szervezett első tavaszváró kertészeti napot. De ha a hagyományokról beszélünk, akkor azt is meg kell említenünk, amelyek már valóban akár több évtizede megtartásra kerülő rendezvényeket ölelnek fel. Van ilyen, a városban nem is egy büszkék vagyunk rá. Ilyen például, ha egy 30. jubileumi eseményt említhetek, a Székely Szövetségnek a 30 éves jubileuma, és magának a fesztiválnak, a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválnak a 30 éves jubileuma. És ha már a hagyományról beszélünk, a civil szervezetek, vagy akár a sportszervezetek életében is, az az összekötő kapocs az én gondolataim szerint, hogy ha összhangot tudunk teremteni, a hagyományok ápolása és őrzése, meg a mai élet, a megújulás, a fejlődés között, akkor igazán viszi előre azt a közösséget, amelyben élünk, a város lakóit, hiszen ez egyrészt azt is jelenti, hogy ismerjük és tiszteljük is a gyökereinket, másrészt pedig azt is, hogy büszkék vagyunk mindarra az eredményre, amelyeket közösen értünk el a város életében. Az esemény különleges pillanata Illés Tibor születésnapi köszöntője volt. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke idén töltötte be 60. életévét, az általuk szervezett Bukovinai Találkozások Fesztivál pedig 30 éves jubileumát ünnepli idén. Évről évre visszatérő támogatás, hála jó Istennek, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének ugye egész éves programja van. Ez a támogatás mindenképpen, hiszen a Bukovina Fesztivál az idén lesz 30 éves, és ez sokat segít nekünk ugye abban, hogy a megrendezésre kerülhessen ez a fesztivál, valamint ugye az éves programunkba is, hiszen ahogy mondtam, átöleli az egész évet. Úgyhogy köszönjük a város részéről, és mind ahogy többen már említették, tehát igazán büszkék lehetnek, illetve megköszönhetik a civil szervezetek, hiszen tényleg a környékben, illetve a megyében ilyen magas támogatásba a civil szervezetek szinte Bonyhádon részesülnek, úgyhogy még egyszer köszönjük a város vezetése nevű részéről, és hát reméljük, hogy a közeljövőben, illetve az következő években is hasonló támogatásban részesülhetünk. A civil szervezetek mellett részesültek támogatásban a sportegyesületek is. A Bonyhádi Olyamakarate Sportegyesület, a Majosi Sportegyesület, a Bonyhádi Labdarúgóklub és a Bonyhádi Kosarasok is átvehették a támogatásról szóló szerződést. A támogatottak sorában van az Art Contact Bonyhádi Kortárstánc Egyesület is, akik az elnyert összeget a hagyományos és hagyományteremtő rendezvényeikre akarják majd fordítani. Mai esemény az minden bonyhádi civil szervezet részére úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hiszen a város ezen a napon adta át a támogatási szerződéseket a 2019-es évre. Számunkra a Bonyhádi Art Contact Kortárstánc Egyesületnek is kiemelten fontos ez a nap, hiszen az itt nyert támogatást a hagyományos, illetve a hagyományteremtő rendezvényeinkre tudjuk fordítani. Nálunk ez elsősorban most kettő rendezvényt jelent, az egyik a Táncművészet Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos programjaink, a másik pedig az Egyesületünk által támogatott fiatalok, gyerekek tánctáborának a támogatása lesz. A civil szervezeteket 6 millió forinttal, míg a sportegyesületeket 30 millió forintos támogatásban részesítette az önkormányzat. A bonyhádi férfi kosárlabdát a kívülállók általában csak a felnőtt NB1-B-s csapat szereplésével kapcsolatosan ismerik, a klub Hold udvarában azonban már régebb óta munkálkodnak edzőként, szervezőként, volt játékosok és a kosárlabda városi szimpatizánsai is. Az első ízben megrendezett kosárlabdázás napján az utánpótlás különböző korosztályai is megmutathatták magukat, miközben a szervezők a szülőket is bevonták a programba. Először tartottak családi napot a bonyhádi kosarasok az új sportcsarnokban. Valamennyi utánpótlás csapat tagjai és a szülők közül is nagyon sokan és a felnőtt kosárlabda csapat játékosa is részt vettek a rendezvényen. A felújított bonyhádi sportcsarnokot egy éve adták át, ennek évfordulóján rendezték meg a bonyhádi KSE családi napját.
Az idei évben első alkalommal rendezi meg a Bonyhádi kosárlabda szakosztálya a Kosalas családi napját. Ezen a rendezvényen minden korosztály részt vesz, az óvodás korúktól az U11, U12, U14 és egészen a felnőtt korosztályig. Az volt a célunk ennek a programnak a megszervezésekor, hogy a különböző korosztályú gyerekek ismerjék meg egymást, mert ugye az edzések különböző időpontokban vannak, és hogy a szüleikkel együtt egy jó közösséget alkotva egy nagyon szép napot töltsünk el együtt. A sportnevelés ugye a legfontosabb, igazából azt edzésen megkapják a gyerekek, ma inkább ilyen játékos formában fogjuk eltölteni ezt a napot. A rendezvény elején egy csoportképre gyűltek össze szimbolikusan a gyerekek Kovács Péterrel, elnökségi taggal, a klub társadalmi elnökével és Bonyhád polgármesterével Filóné Ferenc Ibolyával. Kovács Péter a megnyitójában hangsúlyozta, hagyományőrzés szándékával szervezték meg ezt az eseményt. Minden rendezvényünk nagyon fontos, de ezt tényleg, ahogy a megnyitóban is említettük, hagyományőrzési szándékkal csináltuk ezt az első ilyen rendezvényt. 8 utánpótlás korú csapatunk van, különböző időpontokban játszanak, az edzéseik is különböző időpontokban vannak, nagyon fontos, hogy ismerjék meg egymást, és a szülők is jöjjenek el, a szülőkkel is megpróbálunk olyan kapcsolatot kialakítani, hogy tudják, hogy a gyermekeik hova járnak, hogy amikor eljönnek edzésre vagy mérkőzésre, akkor szakképzett edzők foglalkoznak velük, és hát nyugodtan elengedhetik ide a gyerekeiket. Én azt gondolom, hogy egy egyesületben mindig a csúcs, a piramis csúcsán a felnőtt csapat van, és a felnőtt csapat játékosai azok mint egy példaképek lehetnek a most felnövekvő generációnak, de a mai csapatban is játszanak még jó páran, akik a korábbi bajnokcsapatnak a tagjai voltak. Az edzői stábban is van olyan, például Rutkai Péter, felnőtt csapatban Tömösvári Máté, akik már talán ikonnak számítanak a bonyhádi kosárlabdázásban. A további színes, játékos, kosárlabdával összefüggő programokba bevonták a szülőket is, és a sportággal szimpatizálókat is a szervezők. A kora délutáni órákban egy érdekes meccsel zárult a kosárlabdázás napja Bonyhádon. Mondhatni, a közelebbi, illetve a távolabbi múlt alkotta öreg fiúknak hívott csapat meccselt az ifiket juniorokat tömörítő Bonyhádi U20-as együttessel. Azzal, amelyik közvetlenül az NB1B piros csoportjában szereplő nagy csapat mögött van. Ha valaki azt gondolná, hogy szegény öreg fiú, nos Ábrahámék nem kérnek, abszolút a sajnálkozó szolidaritásból. Részint azért, mert ők is egyfajta generációváltozáson mentek át a közelmúltban, így egyáltalán nem öreg uras a játékuk, a külsejük pedig abszolút sportos. És hétről hétre a sikerélmény is adott számukra, mert hogy már sok éve meghatározói a Baranyai és most a Tolnamegyei öregfiúk bajnokságnak. A bőség zavar a kispadon, ha létszám ellenőrzést tartunk, melyiköt legyen is egyszerre pálya. Szeretném mindig nyerni, hát azért csináljuk, de hát közöttünk vita, ebből nincsen soha, hogy ki játszik, ki mennyit játszik. Aki érzi, az lejön, cserégetünk, folyamatos a rotálás, és azt mondom, hogy ebből probléma még nem volt közöttünk, hogy ki mennyit játszott. Bejött a prognózis, Rutkai Péter tanítványai följöttek, és diktálták a tempót a folytatásban, de megmaradt a végére néhány pont előnye az öreg fiúknak. De nem lettek ettől boldogtalanok a fiatalok, mármint hogy vesztettek. Főleg azok, akiket már kisebb-nagyobb egyesületek figyelnek, és a Bonyhád első csapatánál is reménykednek velük kapcsolatosan. Ott is vannak itt többen ebbe az U20-as csapatból, és Csobán Dávid is ott van, ugye az Edo is, akivel itt az előbb volt az interjú, és ugye ott van már felnőtt csapat edzésen is, és már meccseken is ugye pályára kerültek. Úgyhogy igen, hát szükség van az ilyen tehetséges fiatalokra, akik majd szépen föllépnek, aztán idővel átveszik az öregeknek a szerepét. Mivel a középiskola után sokat búcsút intenek tanulmányaik miatt Bonyhádnak, így a kosárlabdának is, ezért fontos, hogy a gyerek serdülő korosztályban legyen állandó pezsgés, olyan, amilyen most van, már ami a létszámot illeti. Előbb-utóbb csak-csak akadnak olyan helyi kötődésű gyerekek,
akik itt maradnak, vagy éppen valamilyen más okból, egzisztenciális szempontból visszatérnek a városba, és nem felejtettek el kosárlabdát. A Bonyhádi Naplót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!